A 15 éve indult újfehértúji családi vállalkozás porcelán ékszerek gyártásával kezdte, ma azonban már világszerte ismertek termékei. 2014 óta a megyei értéktár tagja. A saját receptúra alapján készült porcelán termékeket igyekeznek olyan motívumokkal ellátni, amelyek magyar értékeket közvetítenek a viselőiken keresztül. Kifejezetten a magyar identitás az, ami az elsődleges szempont számomra, úgyhogy persze az európai is fontos, és az európait is figyelembe veszem, főként a Kárpát-medencei Európát, de természetesen a magyar az mindenek előtt, a magyar motivumok, a magyarság tudat és az őserő, az ősi kollekcióknak a motivumvilágát próbálom esetleg megjelenteni különböző kollekciókon. A sajtótájékoztatón elhangzott, az idei év a szépség reneszánsza jegyében zajlik, az új kollekció Mátyás király korát idézi. Igyekeznek a mai világunkban olyan ékszereket készíteni, amelyek a múltból fakadnak, és ezáltal érdekessé teszik az utánunk következő generációk számára is. Ez egy nagyon fontos küldetés, és ők ezt a küldetést szintén a zászlójukra tűzték, úgy, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, és maga az értéktár mozgalom élén a Hungarikummal. Baracsi Endre hozzátette, a megyében az értékgyűjtő munka eredményeképpen már számos kiemelt nemzeti értékünk van, mint például a beregi keresztszemes hímzés, a szabolcsi almatermesztés agrokultúrája, de a napokban került a Hungarikumok közé a Mária Pócsi kegyhely is.